Ez itt Balaton egyik legmenőbb szállodája, ami üresen van, és hogy mennyire menő? Hát ennyire, Badacsony-Tomajon vagyunk, az egyik leggyönyörűbb sétány, ami ide vezet közvetlenül hozzá, elterül a lábad alatt az egész Balaton, és mivel, hogy nem üzemelteti most senki, üresen áll, úgyhogy belülről meg tudom úgy mutatni, hogy senki nem fog minket zavarni. 5 darab szoba van emeletenként, itt pedig a közösségi terek, amik hihetetlen panorámával kecsegtetnek. Innen, ahogy belépsz, rögtön itt van a recepció, illetve arra lesz egy pince, amit meg fogok mutatni. Itt egy kis jacuzzi van, mert mondjuk, mint ahogy említettem, itt nagyon most nincsen senki. És ide csak félve jövök be, de ez hihetetlen jól néz ki ez a pince, legalább egy 4 méteres belmagassággal. Utoljára ilyet Tihanyban láttam. Erre van az az 5 szoba, amiről már beszéltem, és most menjünk föl, meg megmutatom a kilátást, ami egyszerűen pazar. Falépcsőkön vezet fölfele az út, és ahogy megérkeztünk, itt van a kávézó. Egészen végig a Balaton a folytatása az asztalodnak. És ahogy kilépünk, rögtön itt van Badacsony szőlészetei. És ahogy láthatjátok, itt ez a kacskaringós Badacsony-Tomai út, ami ilyenkor még üres, de nagyjából 2-3 hét és hömpölyögni fog itt lent a nép a lábunk alatt. Egyébként ehhez még tartozik, itt a lombok mögött egy 120 négyzetméteres rendezvény helyszín, amit majd mindjárt drónnal megmutatok. Ha már visszajöttünk ide, akkor megmutatom, hogy hogyan néz ki egy szoba. Itt nem is tudom, mi az, amit itt hagytak utoljára. Ah, műzli. Akkor itt még műzlizhetnék. Hűtő. Nagyon menő ez a mérleg. Na és akkor itt van a folyosó. Itt be is lehetne menni az 5 darab szobával. Ebben voltam közvetlenül, hogy akkor már miért ne ide mennék be. És ez is igazániból be van rendezve, nagyon felsi kell újítani, csak tényleg egy csapat kell, aki üzemelteti az egészet, és minden egyes ablakból hihetetlen kilátással. Hogyha megtudnád többet erről az épületről, meg mondjuk kivennéd, vagy csak simán megszállnál, és reménykedsz abba, hogy valaki elkezdi üzemeltetni, akkor menj fel a magyarvillág.hu-ra, ami a mi magazinunk, és tel is tele van villákkal. Többek között egyébként erről is fogsz találni egy cikket.